Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A szívhez nem kell sokat hozzáfűznöm, hiszen itt szeretetről, szerelemről van szó. Ez a férfi szeret téged, de mivel ez a szív megjelenik a gondolataiban, töpreng azon, hogy te is szereted-e őt. És a kutya az jelenti a hűséget. Persze lehet háziállat is, kutya vagy cica. És akkor a szív ezt a szeretetet jelenti, kedveli a házi állatokat például. Amit a képek még jelenthetnek, hogy itt megvan a baráti kör, megvan a kedvesség, a szeretet, ami kettőtöket illet, itt szerelemről és hűségről van szó. Hogyan érzi magát? Itt a kígyó jelenti a változásokat, jelenti a megújulásokat. Valamit le akar zárni, erre utal a koporsó. A kígyó jelenteti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy van valaki a családban, aki beteg és fél attól, hogy itt egy haláleset lesz, holott a koporsó ritkán jelenti ezt. A koporsónál inkább régi témákról van szó, vagy arról, hogy ő lezár valamit. Tehát vannak itt változások, döntések, lezár bizonyos kapcsolatokat, eseményeket, hiszen a kígyó lehet egy hölgy a múltból, de most nincs köztük kapcsolat. Ez le van zárva. Persze azt is jelenthetik a képek, hogy egy régi barátság visszatér hozzá, és ez a nő olyan szeretettel vagy érzelmekkel közeledik hozzá. És mit fog tenni? Az utak jelentik az ő döntéseit. Lehet, hogy ez a nő a múltból jelentkezik, érzelmekkel közeledik hozzá, de ő lezárja ezt a kapcsolatot. Itt vannak a döntések. Ami téged illet, ő útban van hozzád, hiszen beszélni akar veled. A madarak itt jelentik a kommunikációt. Tehát az utaknál arról van szó, hogy a sors utatok kereszteződik, vagy hogy útban van hozzád, vagy hogy ő most komoly döntéseket hoz. De látható itt a csevegés, a könnyűség és a beszélgetés. Lehet, hogy beszámol erről, nem titkol ő el előled valamit. És mi fűz össze benneteket? Itt az egerek láthatóak, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát nem kell félned, hiszen az egerek szimbolikusan felfalják a kígyót, eltávolítják ezt a nőt. Persze. Az egerek azt is jelenthetik, hogy vannak félelmek, hogy ő fél attól, hogy nem hiszel neki, és eltávolodsz, vagy te félsz attól, hogy ez a nő be tudja folyásolni, és elveszíted őt. De nem kell izgulni, itt nem lesznek problémák, az egerek itt segíteni fognak.
Fontos az, hogy tedd át magadat a félelmeken és a bizonytalanságokon, hiszen itt látható, hogy ez a férfi szeret téged, és hűséges hozzád. Ez volt a három kérdőjeles jóslás, mit gondol, mit érez, mit fog tenni. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rák.